Jó estét kívánok, kedves nézők! 2020 a kerékpározás éve lesz Székesfehérváron, sőt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a bizonyos év már megkezdődött, mert amióta bejelentették, hogy jövőre Magyarországon lesz a Giro d'Italia rajtja, és ebben Fehérvár is érintett lesz rajt helyszínként. Azonnal megkezdődött a szervezkedés, és hivatalosan is bejelentették, hogy nagyon sok minden fog történni, ami a kerékpár sportot, a kerékpárosok érdekeit szolgálja, és erre az eseményre hívja fel a figyelmet. Úgyhogy kerékpárról beszélgetni biztos nagyon sokat fogunk majd még az elkövetkező időszakban, annál is inkább, mert Girotól függetlenül Székesfehérváron nagyon erős hagyományai vannak a kerékpár sport. Olyannyira, hogy most már több egyesületünk is van itt a városban, amely ezt a szép, nemes és nagy tradíciókkal bíró sportágat űzi. Ezek egyik legfiatalabbja tulajdonképpen a Fehérvár Cycling Team, amelynek vezetőjével Márkus Jánossal beszélgettünk a mai adásban. Jó estét! Jó estét! Köszönöm, hogy eljöttél. Egy évesek vagytok gyakorlatilag, már ami az egyesületet illeti, hiszen nyilván ennél sokkal komolyabb múlt áll a tagok és mögöttetek. Hogyan tekintesz erre az egy évre vissza? Mennyire volt sikeres kezdeményezés? Ha az elejéről kezdem, az elején nagyon nehezen indult el minden, egyesületet kellett alapítani, ötszöröknek a költségvetést, a versenyzés is nehezebben indult el így, hogy kis egyesület vagyunk. Aztán a szezon közben összeállt a csapat, és most én a szezon végét egyébként pozitívan zártuk szerintem. Jövőre még nagyobb terveink vannak. Hát, inkább a tanulás évének nevezném ezt az idei évet, de tényleg tehát a végén már minden működött, ahogy kell. Mi volt elsődlegesen a motiváció, hogy új egyesületben kezdjetek? Tehát gondolom, voltak elképzelések, amelyek esetleg addig nem valósultak meg, vagy valamit máshogy láttatok, vagy csak egy olyan társaság jött össze, hiszen azért itt azért nem is kevés emberről beszélünk. Igen, nálunk a Szingóba kezdtük el az utánpótlással a foglalkozást, és nagyon sok lány volt a csapatban, és sokkal könnyebb volt csak úgy gondoltuk, hogy könnyebb lesz egy olyan egyesületet csinálni, aki szinte gyakorlatilag csak a lányokkal és nagyon kevés fiúval foglalkozik, tehát sokkal könnyebben tudjuk mozgatni, mint egy nagy egyesület részeként. Tehát gyorsabbak a döntések, gyorsabban tudunk mi is mindenre reagálni, és egyszerűbb lesz működtetni az egyesületet, plusz a szövetséggel is beszélgettünk, ők is szerettek volna egy női kerékpározással foglalkozó csapatot, és így megalapítottuk az egyesületet. Van már ennyire emancipált sport a kerékpár, hogy a lányoknak gyakorlatilag külön egyesület jár, vagy hát mennyire lehet egyáltalán azt mondani, hogy ők azonos ranggal és súllyal vannak jelen a kerékpáros életben? Hát mondjuk 90-10 az arány. Azért már messze vagyunk. Igen. De fejlődik mindenhol, tehát minden sportban próbálják a női kerékpár sportot is felhúzni nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon sokat fejlődik. Hazai szinten is, bár nagyon sokat küzdünk, mondjuk hazai szinten a férfiak is nagyon sokat küzdenek, tehát ez nem egyszerű dolog, de igazából tehát külön női versenyek vannak már, tehát szükség van olyan csapatokra, akik komplett női csapattal is rendelkeznek. Ugye itt az országúti kerékpározásról beszélünk, és hát ez egy tipikusan olyan sport, mint a futás, hogy rengetegen tényleg százezres nagyságrendben űzik Magyarországon, de verseny szinten nyilván kevesebben, ehhez azért több minden kell. De hogy láttad, hogy tényleg mennyire adott a tömegbázis? Nyilván a Szingóban is megtapasztaltátok már ezt, és hogy említetted, ezek szerint volt igény egy önálló egyesületre. Igen, ez a tömegbázis az nagyon nagy. Tehát az amatőröknek szóló eseményeken rengetegen vannak, nagyon sokan túráznak, de a versenyzés vagy keveseket vonz. Tehát lehet, hogy a tervszerű felkészülés, meg a rossz időbe való kerékpározás, ami elriaszt embereket, meg az nagyon kemények a versenyek, tehát sokszor kegyetlen körülmények között kell rajtozálni egy versenyzőnek, és lehet, hogy ez a mi kicsit távol tartja őket, de különben nagyon sokan kerékpároznak. Hát azért legyünk őszintén, hogy mondjuk a profi kerékpáros, és nem a legmagasabb profi szintről beszélek, hanem a versenyszerűen kerékpározó kerékpáros, az azért egészen más teljesítményt jelent, mint az, aki hobbi turistaként mondjuk elteker, bár köztük is sokan vannak, akik nyilván nagyobb teljesítményre képesek. Szóval azért ez olyan sport, amely iszonyú kemény fizikai igénybevételt is jelent. Igen, tehát nagyon sokat kell edzeni mindenkinek ahhoz, hogy elérjen egy bizonyos szintet, amivel versenyeken labdába rúghat, és lehet, hogy kevés embernek van erre ideje, pénze, hogy hát sok energiát fordítson erre a sportra, tehát ez is, ami távol tartatja őket a versenyzéstől. Most van egy kollégánk, aki most épp a képeket keveri, Bauer Tibi, és azért is mondtam gyorsan az előbb, hogy az amatőrök közt is sokan nagy teljesítményre képesek. Ő is rengeteget biciklizik, fölmegy nagy hegyekre is, tényleg olykor nagy sebességet is elér.
de gondolom, hogy az a fajta fizikai igénybevételi szint, ami egy valódi versenyzőt jelent, azt azért nagyon keményen kell felépíteni. Tehát mondjuk a ti versenyzőiteket is el kell juttatni egyik szintről egy magasabbra. Most ebben hogy áll a jelenleg a munka? Hát, most vége a szezonnak, kezdődik a téli alapozás, tehát mindenki pár hetet pihent, konditerembe edz, fut, ha amíg jó idő van, addig kint kerékpároznak, tehát nálunk soha nincs vége, tehát folyamatosan dolgozni kell, és nagyon sok mindenről le kell mondani. Tehát a magánélet az kicsit háttérbe szorul a kerékpározás mellett, tehát azért 15-20 óra heti edzés munkáról van szó, ami igazából az életet e köré kell szervezni. És a fejlődést érzed egyébként a tagokon? Hát nyilván valahol ez is egy mérhető sport, hiszen azért az idő eredmény az árulkodik arról, hogy ki hogy teljesít. Honnan indultatok és hol tartotok jelenleg? Igen, egyértelműen látszik a fejlődés. Nálunk számunkban minden mér, ez nem csak időben. Például futást említetted, nekünk különben wattokat mérünk, tehát a teljesítményt le lehet mérni, hogy ki mekkora teljesítményre képes, és így azért nagyon jól monitorozható, hogy ki mennyire erős, meg mennyit fejlődött. És azért látszik folyamatosan, és a versenyeredményeken is látszik, hogy azért erősödnek és fejlődnek. Ez mennyire, hát könnyen, ez nyilván nem jó szó, tehát hogy mennyire fejleszthető, vagy milyen gyorsan fejleszthető, mert mondjuk ha most egy gyereket, vagy egy fiatal hölgyet elcsábítasz biciklizni, bocsánat, kerékpározni, nem tudom, szeretitek-e ezt a becézős formát. Használjuk a biciklizést is. Akkor jó. Szóval, hogyha valaki most kezd el kerékpározni, akkor mit mondasz neki, hogy mennyi munka és mennyi idő alatt fogja érezni azt a fejlődést, ami általában azért motivációnak kell ahhoz, hogy valaki csinálja hosszabb távon? Hát 2-3 hónap után már érződik, tehát akkor lesz egy nagy teljesítményugrás, és utána majd megtorpan, tehát mondjuk egy évnél megtorpan, és akkor nagyon lassan épül föl. Tehát 7-15 évet szoktunk mondani, tehát 7-15 év, amíg felépül egy versenyző. Tehát de ez egyébként nagyon sok sportra jellemző. Ugye a laikusok számára, ami mindig egy ilyen mérvadó vagy beazonosítható adat, az a sebesség, mert hát mindig szokták mondani, tényleg a legmagasabb profi szint láttán, hogy ők azért elképesztő tempóban mennek végig mondjuk egy sík, de olykor még egy hegyi szakaszon is. Nálatok, amikor csapatba mentek, mondjuk általában mekkora sebességgel halad egy ilyen karaván, és mi az, amire azt mondod, hogy ezt minimum mindenkinek tudnia kell teljesíteni? Hát karavánban, tehát bolyban 40-es átlagot is tekernek a lányok, ugyanúgy, mint a férfiak. Viszont egyedül általában 28-30 között haladnak, mert nem is azt edzik, hogy nagyon gyorsan kelljen éppen menni, hanem ez egy állóképességi sport, tehát többségében alaptempón kell edzeni, és akkor speciális gyakorlatokkal fejleszteni azt, hogy gyorsabban is tudjanak tekerni. Most mekkora a létszám, és hogy tervezitek, ezt még tud-e bővülni? Hát jelenleg 8-9 fő versenyzik, és hát tavasszal próbálunk egy toborzást indítani, tehát a Giro d'Italia kapcsán is, és gyerekeket szeretnénk most bevonzani, mert tehát az előző nyár végére teljesen széthullott az utánpótlás, tehát elfogytak a gyerekek, és akkor most ezt újra elindítani, hogy legyenek. Ennek van valamilyen metódusa? Annak idején emlékszem, még a Szingó színeiben iskola udvaron találkoztunk, tehát hogy kicsit úgy házhoz is vittétek a kerékpározást, tehát gondolom próbáljátok bevonzani a gyerekeket. Igen, most is ezt, tehát találni kell egy iskolát, mert pont az akkori iskolának az udvarán építettek egy most már csarnokot, igen. Tehát azzal megszűnt, de lehet iskolaudvarokon, parkolókban, tehát egész jól megoldható a kicsikkel való foglalkozás. Az a nehéz lépcső, amikor már kimennek az útra, de még nem tudnak sokat kerékpározni, és akkor a városból kijutni, aztán fordulhatunk is vissza, és ezért veszélyes helyzetek is lehetnek a gyerekek. Hát ezt akartam kérdezni, hogy van, akit persze pont ez vonz, mert azért tudjuk, hogy a gyerekek olykor szeretik a veszélyes szituációkat megpróbálni. A szülők számára mennyire tudjátok azt kommunikálni, illetve valóban biztosítani, hogy aki elkezd nálatok kerékpározni, az mindig biztonságban lesz. Ez elég speciális kérdés, de hát ebben a sportágban tényleg létkérdés, hiszen az országúton autók közt tekertek. Igen, ez nagyon, tehát volt szülő, aki azt mondta, hogy nem országút itt az egy gyerek, nem, mert veszélyes sport, pedig mondjuk kerékpárúton megyünk ki végig Iszka-Szentgyörgyig, tehát autókkal alig találkozunk, de nem egyszerű, tehát ezt biztosítani az, hogy ne legyen semmi probléma, sajnos előfordulhat, de a gyerekek, amikor megtanulnak már kerékpározni, tehát azért felkészítem őket arra, hogy a forgalom is hogyan kéne közlekedni.
Hát van gyerek, aki hát a szülő nem engedi, akkor megpróbálunk montizni is inkább. Tehát régen volt is egy montis csapat, aki direkt csak terepre jártunk ki a Velencei hegységbe, mert országúton veszélyesek is sebeknek. Mert nem veszély, tényleg, tehát a Montemagro pont az jut eszembe, amikor látom 50-nel lezugni a sziklákról, meg a kövekről a montisokat, hogy az legkevésbé sem veszélyes. Igen, tehát én sem értem, de az autóktól sokszor jobban félnek a szülők, pedig azért itt Székesfehérvár és környék az elég biztonságos. Van-e valami speciális tehetség, vagy milyen olyan képesség kell ahhoz, hogy valaki jól kerékpáros legyen? Nyilván élettani adottságok azért tudnak olyanok lenni, amik eltérnek bizonyos embereknél, de alapvetően mi az, amit fejleszthettek, és mi az, amire szükség van? Hát alapvető koordináció kell, hogy egyensúlyba tudjon maradni, kanyarodni, fékezni. Tehát aki nincsenek meg ezek az alapvető képességei, biztos nem fog tudni kerékpározni, viszont ami nagyon fontos az, hogy a fájdalomtűrés és a monotonitás tűrés, ami nagyon fontos, hogy rendelkezzen vele egy kerékpáros, mert különben nem bírja elvégezni az edzéseket. Ez bolyban is nehéz egyébként a monotonitás tűrés, mert igen, azért ott legalább lát másokat maga körül az ember. Igen, de ugyanaz, tehát stabilan mennyi 40-nel, tehát én is beleőrülök sokszor, amikor nem történik semmi. Jó, edzők hányan foglalkoznak most nálatok a gyerekekkel? Én vagyok az egyik edző, plusz van egy kollégám, aki segít. Tehát ketten. Jelen pillanatban ez akkor ugye elég ehhez a létszámhoz. És milyen versenyzői sikerélményeitek voltak ebben a szezonban? Hát igazából a hegyi OB-n, a mezőny OB-n, az időfutam OB-n mind dobogóra álltunk, de igazából ez papírforma volt. De inkább, amit én sikernek érzek, az, hogy külföldön is szereztünk egy bronzérmet Szlovákiában, ők kicsit előrébb járnak, mint mi, meg Lengyelországban is egy erős nemzetközi mezőnybe végig tudtunk menni a versenyen. Ez furcsa hallani az amatőröknek, de egy rendes versenyen van limitidő, és akkor, ha nem ér be azon belül az ember, akkor kiveszik, általában 10%-ba szokták meghúzni a határt. Uh-huh. Jó, hát mondtad, hogy nyilván még terveztek, hogy szeretnétek bővíteni is. Összességében hogy látod, hogy ismerve, hogy van Fehérvár ugye másik kerékpáros egyesület is, nektek mi lehet a maximum, amit el akartok érni, akár létszámmal, akár ilyen versenyekben, eredményekben gondolkozva? Hát egy ilyen 8-10 felnőttnél többet nem szeretnék a csapatba, utánpótlásban meg csillagoség, tehát a határ, tehát ott igazából csak az edzőszám fogja majd maximalizálni, hogy hány gyereket tudnánk fogadni. De hát ha 20 utánpótláskorú gyereket össze tudunk szedni, az már nagyon jónak számít Magyarországon. És nekik egyébként van felszerelésük is, vagy azt hozni kell? Azt hozni kell sajnos, tehát nagyon drága egy kerékpár, egy egyesület nem tudja sajnos biztosítani. Uh-huh. Jó, akkor még annyit, hogy hol érnek el titeket, mondtad, hogy majd nyilván mentek is toborozni, de hát bizonyára szívesen igen, is fogadjátok a hát, jelentkezőket. Megtalálnak a fehervarcycling.hu-n, vagy a Facebook oldalunkon, ugye aminek Fehérvár Cycling a neve, tehát bármikor, tehát ott megtalálják az e-mail címünket, a telefonszámomat, tehát bármikor elérhetnek minket. Jó, a beszélgetés további részében akkor a Giro d'Italiáról beszélgetünk egy kicsit, hiszen Fehérvár is ugye bekerült ebbe a fantasztikus programba, és nyilván a kerékpárosok szíva különösen nagyot dobbant, amikor ez kiderült. Most először azt a bejátszót szeretném feleleveníteni, ami akkor készült, amikor a Szépművészeti Múzeumban idén nyáron bejelentették, hogy Magyarország házigazdája lesz, sőt rajthelyszíne a jövő évi Giro d'Italiának. A jövő évi Giro d'Italia Magyarországon érintett városainak vezetői is jelen voltak a Szépművészeti Múzeum román csarnokában. Most derült fény arra, hogy melyik három magyarországi szakaszra irányul majd kis túlzással a világ figyelme a jövő évi olasz körversenyen. Ki szeretnénk használni azt a lehetőséget, hogy a Giro d'Italia az a kerékpározást azt a fókuszba helyezi, és szeretnénk kihasználni a Grande Partenzát arra, hogy segítse a hazai kerékpározás térnyerését, növelje a kerékpározás elfogadottságát, hogy ebből profitáljon mind a városi kerékpározás, mind a kerékpáros turizmus. Révész Máriusz bejelentette, hogy mintegy 400 kilométer lesz a Giro magyarországi útvonala, amely reprezentálni fogja hazánk szépségeit. A budapesti időfutam után a második 193 kilométeres szakasz a fővárosból Esztergomon és Pannonhalmán át Győrbe vezet. Ez is gyönyörű lesz, de nekünk, fehérvárjaknak legkedvesebb ezután jön. És akkor még nem is beszéltünk a harmadik szakaszról, ami Székesfehérvárról fog indulni, Veszprém érintésével, Balatonfürednél éri el a Balatont, a Tihanyi félszigeten fog tenni egy félkört, aztán felmegyünk a Káli-medencébe, elérkezünk Tapolcáig, vissza a Szigligeti várhoz,
Keszthely és Nagykanizsán fogjuk zárni a harmadik napot. A rendezvény országszerte új kerékpáros beruházásokkal, kísérő programokkal jár, így hatása sokkal nagyobb és hosszabban tartó lesz, mint elsőre gondolnánk. Az olasz körverseny szervező cég igazgatója kiemelte a verseny elképesztő népszerűségét. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek önökkel Budapesten. Nagy pillanat ez számunkra is, hiszen a 103. Giro ebben a pillanatban indul el, ebből a csodálatos országból. Régóta próbáltuk megvalósítani ezt a célt, a Giro több mint egy verseny. Több mint 200 országban mintegy 800 millió nézőt köt le a képernyők előtt. A boldogság szint magasra emelkedik, a verseny sokat segíthet egy országnak és egy nemzetnek. Kétféle örökséget hagy. Megmutathatja egy ország képességeit, és nagyon sok turistát vonz az esemény, ezen kívül hosszabban hat a kerékpáros életre, akár új sikeres generációt is kinevelhet a sportágban. Közelmúltban már számos alkalommal bizonyítottuk, hogy a legnagyobb világ eseményeket is világra szólóan tudjuk megrendezni. És joggal lehetünk rá büszkék, hogy Magyarország és az itt dolgozó szakemberek biztosítani tudják azokat a feladatokat, amelyet az ilyen nagyszabású világesemények megkövetelnek. És ez az esemény ünnep is egyben, hiszen a világ kerékpársport szerető közönséget fogadhatjuk itt hazánkban, ahol biztonságban és otthonosan érezhetik majd magukat, a hazánkba érkező látogatókat, a versenyzőket és a csapatokat egyaránt. A sajtótájékoztatón láthattunk animációs bemutatót a szakaszokról, melyeken jövőre a világ kerékpársportjának elitje fog tekerni a magyar utakon. Mauro Vennyi versenyigazgató beszélt a szakaszok jellemzőiről. Elmondta, nem lesz bonyolult a Székesfehérvár-Nagykanizsa szakasz. Szinte biztos, hogy sprintbefutó dönt majd a Zalai városban. Cserpalkovics András polgármester a harmadik szakasz rajtjának helyszínét Székesfehérvárt képviselve lépett a pódiumra. Mint mondta, Giro-nak nagy és hosszú hatása lesz a városra. Egy szó jutott eszemben, a lehetőség. Azt gondolom, hogy lehetőség számunkra, hogy egy fantasztikus sporteseményt, egy fantasztikus sportfesztivált, azt itt láthassunk vendégül Magyarországon. Lehetőség, mert fantasztikus sportteljesítményeket fogunk tudni élőben nézni itt Magyarországon. Lehetőség a marketing, akár az ország, akár a városok, települések vonatkozásában, hogy megmutassuk, hogy milyen gyönyörű tájaink vannak, gyönyörű településeink vannak. De van még egy lehetőség, amiről talán településvezetőként érdemes néhány szót szólni. A lehetőség pedig összefügg a 21. század kihívásaival. Én a magyar nemzet koronázó fővárosából érkeztem, amelyik azonban történelmi múltja mellett, több mint 1000 éves múltja mellett egy modern 21. századi város 21. század kihívásaival. Legyen az közlekedés, legyen az klímavédelem, bármelyiket nézzük, ehhez a kerékpáros közlekedés fejlesztése, az ehhez kapcsolódó életérzés erősítése, az hozzá kell, hogy tartozzon. És ebben nekünk ez a verseny nagyon komoly lehetőséget és biztatást is ad, bizonyos szempontból felelősséget és kötelességet is ró ránk. Mégpedig azt, hogy kihasználjuk ne csak az év majd egy napján, annak esetleg pár percében, hanem akár az addig vezető hónapokban, akár az azt követő időszakban a benne lévő lehetőséget, hogy azt az életérzést, amit a kerékpározás jelent, tudjuk erősíteni, és fel tudjuk erre a figyelmet hívni. A visszaszámlálás tehát elkezdődött, 2020. május 11-én láthatjuk majd a világ egyik legfontosabb sporteseményének mezőnyét elrajtolni a 103. Giro d'Italia harmadik szakaszán. Szóval ez volt a nagy bejelentés annak idején, hogy fogadtátok egyáltalán, mennyire ért ez meglepetésként, hogy ilyen nagy verseny lesz Magyarországon? Én már tudtam 4 nappal előtte, tehát a belső körökben már lehetett tudni, hogy ez lesz. Nehéz volt először hozzászólni, tehát hogy most ez jó lesz nekünk, vagy nem, de hát a kerékpársportnak mindenképpen, tehát valamennyit húzni fog rajtunk, annak ellenére, hogy egy turisztikai célú befektetés valójában, tehát Magyarországot reklámozzuk, viszont főleg, hogy Székesfehérvárt érinti, ez nekünk mindenképpen jó, és próbálunk minél többet kihozni ebből, tehát hogy a kerékpársportot népszerűsítjük.
Hát tényleg azért csak józan parasztészre gondolkozva, ha valaki mondjuk látja ezt a versenyt, akár gyerekként, ezt az elképesztő forgatagot, azt, hogy ezek a biciklisek majd tekerni, Fehérvár nem is olyan gyorsan még, hiszen rajthelyszín lesz, inkább így gyönyörű hömpölygő tömeg lesz. Azért ez nagy vonzerő lehet, nem? Tehát, hogy biztos lesz utána jó néhány gyerek, aki azt mondja, hogy ezt kipróbálná. Igen, ebben bízunk mi is, hogy akkor ránk találnak, tehát azért meg is teszünk mindent, tehát felvezető eseményekkel, hogy tudják, hogy minket érdemes keresni, hogyha kerékpározni szeretnének. Beszéltünk kicsit ma a feltételekről, ugye az is elhangzott, hogy tényleg próbálja majd Magyarország és nyilván Fehérvár is a kerékpáros körülményeket javítani ennek az eseménynek a kapcsán. Ebben reméltek előrelépést, mondjuk a kerékpárutak számát, vagy a biztonságos kerékpározást tekintve? Igen, azt tudom, hogy épülni fog kerékpárút jövőre, tehát voltunk egyeztetésen az önkormányzattal, tehát ez fejlesztések lesznek kerékpárutak tekintetében, a sportot azt még nem tudjuk pontosan, arra most jelenleg folynak tárgyalások, de hogy a városvezetést ismerjük, biztosan segíteni fognak, tehát és ők is a mellett vannak, hogy minél több esemény legyen Székesfehérváron. Hát ha már esemény, és mondtad, hogy ti is készültök, és mindenki, aki egy kicsit a kerékpár sportban benne van, ugye volt egy promóciós napja is ennek a Giro d'Italiának, amiben szintén beleesett természetesen Fehérvár, ez nem olyan régen történt, és egy igazi világklasszis is itt volt akkor, úgyhogy már egy kicsit belekóstolhattunk, hogy milyen lesz ez a nagy országúti kerekezés. Most ezt is idézzük fel októberből. Az országalma környéke rendszeresen megtelik élettel, az azonban nem mindennapos, hogy több száz kerékpáros lepje el a belvárost. Élménykerékpározásra várták a sporták szerelmeseit szombaton délelőtti már a jövő évi Giro d'Italia jegyében. A világ egyik legnagyobb kerékpáros körversenyének harmadik szakasza Székesfehérvárról indul majd 2020 májusában. A jövő évi útvonal elejét próbálhatták ki az érdeklődők. A közgyűlés egyhangú döntéssel döntött még szeptemberben arról, hogy ez a következő néhány hónap a kerékpározás időszaka éve lesz Székesfehérváron, és szeretnénk minél több olyan rendezvényt tartani, amely egyrészt magára a verseny sportra, a kerékpározásra felhívja a figyelmet, de egyébként magára a mozgás kultúrára és annak fontosságára és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az országalmától induló mezőnyben több válogatott is ott volt, többek között a CCC profia, Walter Attila. Sajnos a múltkori alkalmon a Pestén nem tudtam ott lenni, de az időjárás miatt ott úgy láttam, hogy jóval kevesebb ember gyűlt össze. Ez szerintem egészen elképesztő, hogy már most ennyien vagyunk itt. Mi lesz, ha még tényleg itt egy Péter Sagan vagy egy Geraint Thomas fog ide befutni Székesfehérvár főterére, úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon jó irány. Örülök, hogy vannak ilyen megmozdulások, és örülök, hogy én is itt lehetek. A nap sztár vendége pedig egyértelműen a korábbi kétszeres Giro d'Italia győztes Ivan Basso volt. The feeling is we start to feel the Giro d'Italia. Azért vagyunk itt, hogy mindenki kaphasson egy kicsit a Giro érzésből. A Giro d'Italia valóban elkezdődött Magyarországon azzal, hogy néhány hónapja bemutattuk a Grande Partenzát, és minden ilyen esemény így már a 2020-as Giro része. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hiszen tisztában vagyok vele, hogy mit jelent a Giro. 11 Giro d'Italián versenyeztem, szóval pontosan tudom, hogy mit okoz egy ország életében a Giro. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az emberek itt majd történelmi pillanatoknak lesznek szemtanúi néhány hónap múlva Magyarországon. A kerékpárosok valamivel 10 óra után indultak el Székesfehérvár belvárosából, a rutinosabbak egy 75 kilométeres körre, a kevésbé rutinosak pedig egy 40 kilométeres körre. Kora délutántól pedig a Giro d'Italia roadshow-ja várta a fehérváriakat. Hát Ivan Basso olyan klasszis a kerékpársportnak, amilyen ez hasonló azért nem nagyon fordult meg még Magyarországon. Nyilván ott voltatok, milyen volt ebben a bolyban tekerni? Igen, a szervezőcsapat részét képeztük mi is, tehát nem számítottunk ennyi emberre. Tehát az hihetetlen volt, hogy az időjárás is mellettünk van, és ennyi ember eljött Székesfehérvárra, hogy együtt kerékpározhasson. Nem csak Basszóval, hanem itt voltak azért a Cometa Cycling Teamből is versenyzők. Walter Attila, magyarok is. Igen, tehát híres versenyzők itt voltak. És tehát félelmetes volt, tehát szerintem senki nem készült, még a rendőrség sem volt felkészülve, hogy ennyi embernek kell biztosítani az utat. Tehát ez egy hatalmas élmény, tehát utána itt maradtunk még a délutáni eseményen is, és beszélgettünk kerékpárosokkal, és mindenki úgy élte meg, hogy ez hihetetlen. Tehát lehet, hogy ez a legsikeresebb rendezvény a Giro előtt, ami történt. Ugye volt egy rövidebb és egy hosszabb táv, amit le lehetett tekerni, te melyiket teljesítettétek? Mi a rövidebbet teljesítettük, de csak azért, mert utána volt az éves csapattalálkozónk, tehát amikor értékeltük az évet, és így pont belefért a
a közösségi kerékpározás és a délutáni események közé. Na jó, hát én őszintén remélem, hogy mindaz a hangulat, amit most megtapasztaltunk, az jövőre is meg lesz ezen a fantasztikus versenyen, meg hogy természetesen ettől függetlenül nektek is további fejlődés és sikerek a jövőtök. Tudsz-e már erről valamit, hogy még mi mindent terveztek ti személy szerint a kerékpározást itt a Giro kapcsán népszerűsíteni? Hát áprilisban szeretnénk egy székesfehérvári kerékpáros napot rendezni, ez lennének versenyek és gyerekeknek ügyességi pályák, különböző rendezvények, ami igazából szerintem sokat tud húzni a sporton, plusz ami már nem a Girohoz kapcsolódik, de jövő ősszel télen meg szeretnénk egy ciklokrossz versenyt rendezni Székesfehérváron, az amikor sárba futkosnak a kerékpárukon a vállukkal a versenyzők, tehát ez egy nagyon látványos sport tud. Hát akkor csak terepet kell találni, bár most hétvégén éppen Kőszárhegyen a motocross pályán futás volt, úgyhogy akár azt is kellett próbálni. Hát köszönöm szépen, és sok sikert akkor ehhez a munkához, és természetesen az Egyesületnek is a továbbiakban. Köszönjük. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra.